Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk. Nem tudom, talán egy kis ismétlés így jó lesz a kezdésnek. Szűcs Cecília vagyok, én követtem ezt a könyvet, leírtam. Tehát ami benne van tudás, az nem az én tudásom, én csupán meghallgattam, megtetszett, és hú, hát ezt közkincsé kell tenni. És tényleg több helyről kaptam vissza, idestova 10 éve került először forgalomba ez a könyv. 6. kiadását élte meg, és mindenhonnan ezt a visszajelzést kapom, hogy tömény. Tehát tényleg, tehát nehezen emészthető, meg kell rágni, kell rajta gondolkozni. Talán ennek is köszönhető, hogy most azt gondoltuk Évával, hogy egy ilyen élő adás, beszélgetés, üljünk össze, beszélgessünk, beszéljük meg, tehát a visszajelzések is legyenek ott, hogy ki mit ért meg benne, kinek mi a nehézsége, ki lépne másként tovább rajta, tehát hogy egy kicsit emészthetőbbé váljon a dolog. Ezt próbáltam az előző alkalommal itt felvázolni, egy aféle használati útmutatót hozzá, hogy hogyan kell olvasni ezt a könyvet, illetve nem is a könyvet, hanem hogy hogyan használjuk magát az anyanyelvünket, tehát azt a fajta lehetőséget, azt a hihetetlen kincsestárat, ami mindannyiunknak a része azáltal, hogy magyarul beszélünk és magyar anyanyelvünk van. És hogyha megtanuljuk, hogy mit is mondunk, amikor beszélünk, akkor ami egész elképesztő bölcsesség, áradat, az, ami kifejleszthető, kihozható a nyelv egy-egy szavából. A mai alkalomra egyetlen egy szóval készültem, ugye mivel az Ara és Ura cím mellett meghirdett ez a mai előadás, ami a párkapcsolatok és a nyelvünkben lévő kettőség és kettős egység témakörét öleli föl, és mivel ugye Valentin nap, bár amerikai szokás, de mégiscsak a szeretet, szerelem, érzés köre lebeg itt a héten, így a tavaszba, tavasz elejét várva, teletűzve. Így gondoltam, hogy ezt a nagyon szép kérdéskört nézzük már át, tehát hogy egyetlen szavunkban milyen hihetetlen mélységek és megoldások vannak benne. Én egy nagyon praktikus, gondolkodó ember vagyok. Én rendben van, hogy sok szépet lehet a magyar nyelvből kiszedni, de mire jó, ha egyszer baj van, akkor ezt lássuk, hogy mi a baj, mi okozza, hol a probléma gyökere, jó, oké, eddig még csak el lehet jutni, de mi a megoldás? Na hát az a jó hír, sok közül az egyik, hogy a magyar nyelven gondolkozva a megoldást is megtaláljuk. Tehát hogy tudjuk, hogy mi a baj magyarul, akkor abba a megfelelően feltett kérdésbe benne van a válasz is. Tehát az is benne van, hogy aha, hogyha ez így romlott el, akkor azt így lehet megjavítani. Nekem tetszik, ami nem érthető az kérdés, tehát egy ilyen, hogy is mondják, szép idegen szóval interakciót szeretnék a társaságtól, és egy bejelentéssel kezdeném itt mindjárt az elején. Múltkor elkövettem azt a merészséget, hogy mivel a szerelem kérdéskör az egy elemi minőség, ezért megkértem az itt lévő hallgatókat, akiknek van kedve, hogy elemezzenek egy kicsit, és hozzanak nekem elemeket. Most kaptam ide 4 oldalnyi sűrűn teleírt gyűjteményt, és kimondottan az elemek kapcsán Talkó Istvánnétől 48 elemet hozott valaki, még esetleg valami leírást, otthon dolgozott rajta, gondolkozott esetleg. Nekem se. De én is készültem, jó tanár módjára, hát jó, hát adtam leckét, akkor én is megcsinálom. Elképesztő, úgyhogy mély meghajlás és elismerésem a hölgynek, amiért ennyi időt, energiát, gondolatot rászánt. Szerintem egy tapsot megérdemel, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Valami hihetetlen. Mert ugye azt tanuljuk, aki az ezotéria útját, a kereső, spiritualitás után járó emberek útját, rögös útját elkezdi járni, hogy tanuljuk, hogy van 4 elem. Tűz, víz, föld, levegő. Már filmet csináltak arról, hogy van egy 5. elem, ugye az a szerelem,
egy nagyon jó kis amerikai film, minden más nyelvbe. Nálunk 50 elem van, na, szóval itt lehet elemezni. Így felsorolás szintjén megengeditek, hogy ja, igen, a múlt alkalommal mindenkitől megkérdeztem, hogy szabad-e a tegeződés. Továbbra is kérem a bólogatásokat. Köszönöm szépen, akkor hogy maradhatunk ebbe. Ugye a szerelem szó az, amivel ma egy kicsit mélyebben foglalkozunk. És akkor van hozzá türelem, kérelem, sérelem, félelem, sejtelem, kegyelem, figyelem, élelem, küzdelem, szóval hihetetlen, elemózsia, elemzés, védelem, intelem, kényelem, győzelem, önvédelem, sőt olyan is van, hogy jövedelem, értelem, érzelem, fegyelem, rejtelem, töredelem, gerjedelem, illedelem, szenvedelem, terjedelem. Tehát ezt a gyűjteményt, aki összehozta, tehát tényleg minden elismerésem. Nagyon-nagyon érdemes ezeket a szavakat úgy megnézni, hogy ha ezek elemi minőségek, akkor mihez csatolódnak elemi minőségként. Azért kezdtük volna ezzel a múltkori alkalommal megbeszélt hozzáállási látásmóddal, gondolkodásmóddal, mert pontosan ezt a hogyan szedjük szét és rakjuk össze, tehát hogyan mozdítsuk meg magát a szavakat. Mert ugye, hogy vannak szavaink, sok mindent mondanak, azt tudjuk, gondoljuk, vélelmezzük, hogy mit jelenthet, megtanultuk, amikor az anyanyelvünket megtanultuk annak idején. És nagyon sokan, hála Istennek, kezdik fölismerni azt, hogy ebben a szakrális magyar nyelvben valami több rejlik, valami más, valami olyan erő, ami nagyon sok nyelvészt is megfogott, etimológusokat, egyebeket. És valószínűleg, hogy többen találkoztatok már ilyen Bab Gábor, Kis Dénes, Varga Csaba, tehát kezdik tudományos alapon megközelítve elemezni, megnézni, szétszedni, összerakni. Az, amit én hozok nektek, az egy módszer, tehát egy teljesen sajátságos szemléletmód, ami ebből a, hála Istennek, lassan tudománnyá fejlődő magyar szavakat nézzük meg, áramlatból táplálkozik részben, de egy teljesen sajátságos szemléletmódot képvisel. Ezt próbáltam a múlt alkalommal bemutatni. Hoztam magammal továbbra is azt a kis bigyómat, amit a múltkor mutattam, mert ugye ahhoz, hogy a magyar nyelvet értsük, ahhoz azt a fonákságot követem el, hogy a magyart elkezdem magyarázni. Azt mindenki tudja, hogy magyar az, tehát a mag, magar, tehát magúr, tehát hogy benne van a mag szó, tehát szótőként, tehát az a fajta komplex tudás, amit egy mag képvisel, kis DNS-ével, hogy hogyan kell összerakni egy élő fát majd egykor, azt abban a picike kis kompakt csomagban, hogy ő szépen őrzi, és ezt, ennek az ura, ennek az őre a magyar nyelv. De abban a pillanatban, amikor már nem magyar, hanem magyaráz, abban a pillanatban megjelenik az a fajta teljes egységben meglévő kettősség, amit legjobb tudomásom szerint egyedül a mi nyelvünk tud, és ez nekem annyira tetszik, ez ilyen alap dolog, ismétlésnek nem árt, hogy rájön a gondolkodásmódunk, hogy ezt felfedezni. Tehát akkor van a magyar, vagy őr, ugye, nyelvünk, és amikor elkezdem magyarázni, abban a pillanatban már nem ar vagy úr, hanem ara. Az ara az pedig a mennyasszony, tehát a nő. Tehát van a, mondjam úgy, férfi minőség, van a statikus, a tárgyi, ez van, ságának megállapítása, és amikor magyarázom, vagyis értelmezem, tehát megmozdítom és elkezdem böngészni, bogarászni, szétszedni, utána járni, összerakni, elemezni, akkor megmozdul az egész. Tehát
az már folyamat. Nagyon aranyos székely viccet kaptam itt a múltkori előadás végén. Akkor megkérdezi a székely gyerek az apjától, mi az ott édesapám? Hát, az vagy valami, vagy mén valahova. Tehát vagy egy tárgyi dolog, vagy pedig valami mozgás. A magyar nyelvnek ugyanis ez a három kulcsa, nem is tudom másképp mondani, van, ami a rálátás, az elképzelés az első, tehát hogy szó szerint lássuk a szót, amit mondunk, látjuk, hogy úr vagy ara, tehát látunk magunk előtt két minőséget. A második, amit itt az elmúlt alkalommal fejtegettem, az az analóg gondolkodásmód. Igen, és ez az, amit kicsit eltérően az etimológusoktól, akik itt hoztam magammal a jelenlegi egyetemi, akadémiai tudás hitelesnek gondolt szószedetét, ahol azt mondják, hogy az analógia egy görög szó, hasonlóság, hasonlatosság, hasonlóságon alapuló egyezés jelentésű szóként, míg az, hogy analógiás vagy analogikus, az egy görögből latinba átvett, tehát hozzánk már latinból érkező szó, az analógia jelenségét mutató, analógián alapuló, mondják ők. Biztos igazuk van. Én azt követem el a magyar szavakkal, illetve minden szóval, hogy elkezdem magyarázni. Amikor magyarázom, akkor tulajdonképpen értelmezem. Lehet értelmezni, mert értelmes. Magyar az, tehát értelmes. Amit értünk, azt használjuk nyugodtan magyarnak. És az analógiát én értem. Miért értem? Azért értem, mert el tudom képzelni. Szó szerint tudom elképzelni, és ez csak magyarul lehet elképzelni, és ezt bár az előző előadáson elmondtam, de most még egyszer az új a kedvéért is, abszolút ez a kulcsa vagy lényege. Itt van egy hasonlatosságon alapuló, egy forma valami, egy A betű, mértani forma, ki lehet mérni vonalzóval, szögmérővel, gyönyörű. Itt van egy kis girbegurba forma, látszólag teljesen különbözőek, mégis szépen egy kis masnival össze tudom őket kötni, és abban a pillanatban, hogyha ezt a képet magyarul leolvasom, akkor látom, hogy analóg. Tehát, hogyha ez görög szó, akkor ezt görögül kell tudni leolvasni, mert ez szerintem magyar, és pontosan azt mutatja meg, hogy miben más az analógiás gondolkodás a hasonlatokon alapuló gondolkodásnál. Mert ez analóg. De ha így csinálom, akkor is analóg. Azért, mert a kettő között van egy összeköttetés. A magyar azt mondja, hogy ez itt lóg vagy függ. Ugyanaz. Ettől függ. Mi függ tőle? Hát amin lóg. Attól függ, amin lóg. Mert egy kölcsönös összefüggés van közöttük. Na, ezt az összefüggést keressük meg az analógiás gondolkodás által, ami egy nagyon hihetetlen nagy lehetőséget ad nekünk, hogy a szavak mélyére lássunk, abban például, hogy megmozdítjuk őket. Formára, látszatra, tehát hasonlóságra, teljesen különböző. Tehát a hasonlatokon alapuló gondolkodás, a külsődleges hasonlóságokat követő gondolkodás nem tud eljutni eddig. Ugyanis ez két különböző szint. A hasonlóságon alapuló gondolkodás az A betű mellé, mint oda tenni egy C-t, vagy egy D-t, vagy egy, tehát valami hasonló kis formát. És akkor megállapítja, hogy igen, mindegyik betű. Valóban van valamennyi létjogosultsága a hasonlatoknak is, de szoktuk is mondani, hogy mindig sántít. Valahogy mindig, hát persze, mert csak hasonlat. És az analógiás gondolkodás nem sántíthat. Ha sántít, akkor nem jól találtuk meg az összeköttetést, mert akkor belecsúsztunk abba a szokvány gondolkodásba, hogy hasonlóságot keresünk. Mert ehhez a kis girbegurba valamihez, hogy itt van egy félkör, meg egy kb. Egyenes vonal,
ez a forma, hogy van egy félkör, meg egy kb. Egyenes vonal, ez sokkal jobban hasonlít. De ha ehhez kötöm hozzá az én kis A betűmet, akkor látom, hogy ez mennyire béna. Tehát így nem szabad, hasonlóság alapján. Mert látszólag pedig ez hasonlít jobban, nem pedig az. Mi a kulcsa, ami alapján ezt a kettőt összeköthetem, ezt pedig nem. Az a nagyon egyszerű dolog, amitől ara, tehát magyaráz, meg kell mozdítani. És azt kell megnézni, hogy mi a hatása. Ennek az alakzatnak, ennek a dolognak az a hatása, hogy mindenki, aki tud olvasni, azt mondja rá, hogy A. Ennek az alakzatnak szintén ugyanaz a hatása, hogy mindenki, aki tud olvasni, azt mondja rá, hogy A. És ezt lehet folytatni. Mert ha ide csinálok egy ilyent, lehet? Lehet. Az is A. Vagy csinálok egy, mit tudom én, kalligrafikusabb akármit, mondjuk egy, vagy egy nyomtatott A betűszerűséget, azt is lehet. Tehát most annyira mások. Most miért hasonlít? Nem, látszólag nem hasonlít. A hatása viszont azonos. Azt látjuk belőle, hogy különböző szinteken vannak. Tehát azért hat ásos, mert ezt lehetne hat darabra folytatni, és akkor már is megvan a hat ásossági láncunk. Mert minden szinten ott az A betűnk. És megvan a hat ás, tulajdonképpen a hat szint, vagy a hétszentséges magyar nyelvünkön van egy fizikai szintünk, és ezen kívül vannak ugye az nem látható testjeink, amiket ugye keletről behozott tudás alapján kell nekünk itt megtalálni, egész addig, amíg föl nem fedezzük, hogy ja, tényleg nálunk is itt van. Tehát a csakra rendszerre gondolok, amit valószínűleg mindenki ismer, a hozzátartozó hét testtel együtt. Ezt nem lehet tovább folytatni. Nem találjuk meg az összefüggést. Kulcsa az, hogy az összefüggés azonos, tehát a cérna az azonos, csak nektek legyen elég cérnátok, hogy végighallgassátok ezt az előadást. Szokták is mondani, tehát a magyar nyelv úgy fejezi ki magát, hogy elkapta a fonalat. Aha, vagy elveszett, és akkor nem érti. Na, elszakadt a cérna. Igen, hoztam magam, hogy esetleg elszakad, akkor lehet kötni rá még egy csomót. Most ezt azért fontos tudni, mert az analógiás gondolkodás egy függőleges gondolkodás. Ez a női minőségű gondolkodás. A logikus gondolkodás az azt mondja, hogy A, B, C, mert ugye aki A-t mond, az mondjon B-t is, és ok, okozat, következmény. Tehát van egy ok, annak van egy okozata, és ennek van egy időben egymás utánisága, megfogható, definiálható, kimérhető, megnevezhető, tárgyasítható, skatujába rakható. És akkor, amikor azt mondjuk, hogy beszélünk, akkor akik beszélnek, azok mind emberek. Ugyanazt az egy alapot használja mindegyikünk, kis buksiába, amit kapott. És a férfi és a női gondolkodás az a jobb és a bal agyfélteke különbségét, vagy működési különbségét mutatja meg. Így is lehet nézni, meg így is lehet nézni. Tehát a bal agyfélteke és gondolkodás az egy lineáris gondolkodás, egy viszintes. A jobb agyfélteke és analógiás gondolkozás az pedig egy függőleges, de a kettő az egy teljes egész. Itt a kis buksinkban. Most az a lényeg ennek az egésznek, hogy egy ember fejébe benne van ugye mind a kétféle agyféltekei gondolkodás. Jelenleg itt, nyugaton, ahol mi vagyunk, ebbe a kultúrkörbe, a bal agyféltekénk logika, matematika, analizáció, sorozatba, okokozatba, megtanulva, adatolva, bináris kódokra szétszedve, ezt hihetetlen fölizmosítva, tehát nagyon-nagyon tudjuk, gyerekkorunk óta ezt neveli belénk a világunk. A jobb agyféltekés gondolkodást, amelyik analógiás módon, tehát más rendszerre, más szintre, más síkra átvetítve és tudja a gondolkodás értelmét áttenni, átvitt
értelemben tud beszélni, mert ennek a jelnek az értelme az, hogy A, egy szinttel följebb, átvitt értelemben szintén az a jelentése, hogy A, átvitt értelemben ennek is az a jelentése, hogy A. Most ezt fogjuk gyakorolni, mert ez így, mivel gyerekkorunk óta, óvoda óta egy elnyomott, nem fejlesztett, nem mozgatott, de mindenkiben benne lévő képesség, ezért ezt megtanuljuk a magyar szavakon keresztül értelmezni, és ezért az elképzelés, tehát, hogy képes legyek rá, és ne beszéljek képtelenségeket, az kell, hogy lássam, tehát, hogy magam előtt. Akkor tudom látni, és akkor tudok ezt a lógást szépen összekapcsolni, függése, kölcsönös összefüggése, mind ahogy a két agyféltekét köti össze a híd, és kapok egy analógikus gondolkodást, amit mondják is a férfiak, hogy az asszonyokat nehéz megérteni, ilyen sajátságos női logikával beszélnek, tehát nem azt mondják, hogy értelmetlen, mert annak is van egy logikája, tehát van egy következetessége, van egy rendszere, csak ahhoz képest a kimérhető, statikus, hoz képest, amilyen a balagyféltek és gondolkodása, jellemzően férfi gondolkodás, ahhoz képest más, mert én ezt az A-betűt össze tudom kötni ezzel is, meg ezzel is, meg ezzel is, meg ezzel is. Tehát igen, szövőbe, fonóba, ott a guzsolyon a izé, és akkor lehet fonni a gondolatfonalat, meg a beszélgetés fonalát szót szóba öltve. Mi asszonyok ezt nagyon tudjuk, gyakoroljuk is, és a balagyféltek és gondolkodásnak a minden a helyére tevő, megnevező, pontosító megközelítéséhez képest ez teljesen más. Mert egy folyamat, mert működik, mert ez mindenhol, akárhogy forgatom itt a kis madzagomat, ez mindenhogyan igaz. Tehát nem csak itt, meg ott, meg nem lehet szétszedni, meg külön rakni, mert abban a pillanatban, hogy elkezdem külön kategorizálni őket, pontosan az összeköttetést vesztem el. Nekünk meg van cérnánk, és gombolítjuk, mint a nagymamák. Hogyan lehet ezt a képiséget és ezt a képességet feleleveníteni magunkban és gyakorolni? Azzal a fajta megközelítési móddal, ami a harmadik szempontja ennek a dolognak, és azt úgy hívják, hogy igei alapú gondolkodás. Mert a két agyfélteke között ez a különbség, hogy a jobb agyfélteke gondolkozik igébe, a bal agyfélteke gondolkozik tárgyba. Ő megnevez. Vannak fő, név, mellék, név, szó, meg mindenféle nevek vannak. Be lehet őket skatujázni, lehet rakni. Helyén van, az igét nem. Az ige egy cselekvés, egy folyamat. És ez a kulcsa, hogy keressük meg az igét a beszédünkbe? Megkérdezzük, hogy mit csinál. Nem azt, hogy mi van, hanem hogy mit csinál. Mind a székelyvízbe. Vagy valami, vagy megy valahova. Tehát ige. Vagy tárgy, vagy ige. Vagy egy dolog, vagy egy folyamat. Egyszerre. Most ez, hogy ilyen elevenen, ilyen gyönyörűen, egyetlen összefüggő módon benne legyen mind a két minőség a szóba, megmutatva mind a két minőséget és a kapcsolódásukat is, hát ebből valami hihetetlen, ragyogó dolgokat lehet előhozni. Tehát ez az alap a magyar nyelvhez. Mit csinál? Ez a jel, ez az ábra azt csinálja, hogy mindenki, aki tud olvasni, kiváltja, hogy a. Tehát gyakorlatilag a hatása az abból lehet lefejteni, mit csinál. Hogy az igének és a folyamatnak, tehát a mit csinálnak, mekkora súlya van az emberi, az összemberiség tudáskincsének a begyűjtésében és átadásában, azt valószínű mindannyian érezzük, hiszen akkor, amikor beszélgetünk, akkor, amikor egyik generáció másiknak az információt átadja, akkor nem a tárgyakat kezdje sorolni, hogy szék, asztal, pad, akármi, hanem elkezdünk mesélni.
hogy volt egy ember, ráült a székre, elment az asztalhoz, tehát mondunk egy történetet. A történeteknek, ezeknek is sztoriknak olyan tanító ereje van, és úgy meg tud jegyezni az ember. Nem is az adatokat benne, hanem azt, ami történt. Mit csinált? Azt csinálta, hogy miért? Azt keressük, hogy mi történt? Azért, mert az ige, nyelvtanilag, utána lehet nézni a szótárba, az a cselekvés, a történés és a létezés. Úgy van. Nagyon szépen köszönöm. Miért fontos ezt tudni? Mert ez az ige. Ezt mind a három helyre ideírom. Mivel hogy a balagyféltekénk erős, arra vagyunk rátanulva, rágyakorolva sok évtizede, ezért igyekszem áttenni, amit csak lehet balagyfélteke értelmezési tartományába, hogy engedje magát megmozdítani. Matematikailag tudjuk, ha A egyenlő B-vel és A egyenlő C-vel, akkor B és C is egyenlő egymással. Ha ez a három dolog, cselekvés, történés, létezés, ez az ige, matematikailag akkor a cselekvés egyenlő történés, egyenlő létezés. Most ez egy meredek kijelentés, ennek a súlyát próbáljuk csak elgondolni. Hoztam magammal a Bibliámat, a múltkor föl is olvastam, a Károli féle János könyvében az van, kezdetben vala az ige, ige vala Istennél, és Isten vala az ige. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi nem lett, ami lett. Magyarul, kezdetben vala a létezés. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, tehát minden azáltal lett, hogy van, anélkül, hogy lenne, anélkül semmi sem lehet. Tehát ez abszolút logikus, tehát most megyek át a bal agyvérdekés logikába. Eddig világos. Tehát ahhoz, hogy legyen, ennek léteznie kell. Tehát úgy kezdődik minden, hogy van. Ugye? És mi az, ami van? Történés, cselekvés. Nem tárgyak vannak, hanem egy folyamat van. Ebben az a csodálatos, hogy egyszerre felel meg az úgynevezett ideológiai világképnek, amelyik azt mondja, hogy kezdetben van a létező, Isten mint olyan, aki teremt, és egy teremtési folyamatban hozza létre mindazt, amit mi univerzumnak mondunk. De a materialista világkép is ezt mondja, kezdetben van a nagy Big Bang, az ősrobbanás, és azóta is gyorsuló ütembe tágul körülöttünk az egész univerzum. Tehát folyamatosan működik azóta is, mert keletkeznek a bolygók, meg a csillagok, meg csillaghalmazok, meg tágul az egész univerzum. Tehát még a materialista világkép is azt mondja, hogy kezdetben kellett valaminek történni az ősrobbanásnak, és azóta is történik, hiszen gyorsuló tempóban egyre nagyobb lesz az univerzumunk. De azért érdemes elgondolkozni ezen is. Hogy akkor most cselekvés? Most akkor vagy valaki csinálja ezt az egészet, vagy minden egyes porcikájába és részletébe benne van egy cselekvő értelem. Minden egyes részletébe az univerzumnak pont annyi értelem, amennyi abba a szeletkébe belefér. Egy emberbe egy embernyi értelem, egy kutyába egy kutyányi értelem, a növénybe a növényi értelem, az anyagban az anyag értelme, mert még az a kis elektron is tudja, hogy melyik pályán kell keringenie az atommag körül. Nem másikon, nem ezen, pont azon. Tehát valamennyit még ő is tud. Tehát ő is csinál valamit. Szépen kering az atommag körül. Pont ott, ahol kell. Tehát információ nélkül, tudás nélkül, mozgás nélkül nincs semmi. Mert minden mozog. Az atom körül az elektron, az atomokból összeépülő, kémiai dolgokból összeépülő, testünk, ami mozog, a bioszféra, ami mozog, bolygók, amik mozognak, szóval olyan, hogy áll, az micsoda? Az az álságos, tehát hamis. Ez az, ami van. Ezt a három dolgot, hogy elképzeljük, de pontosan szó szerint, analóg módon gondoljuk el, tehát átvitt értelembe az egyik részről a másikra,
Mit viszünk át? A cselekvés sort. Tehát nem a konkrét dolgot, hanem azt, hogy mit csinál. Ez a megmozdítása, felélesztése magának a nyelvnek, és egyszerűen kezd bontakozni belőle, hogy hú, mi minden van mögötte, és akkor itt, mint egy gyors ismétlésbe, kezdünk szavakat nézni, mégpedig, ha már ilyen szépen már a magyarázatban benne van, hogy egyszerre, ha tárgy, akkor úr, ha magyaráz, folyamat, akkor ara, hogyha dolog, okozati, logikai sorrendben, akkor valahogy féltek-e tehát férfias, logikus úr, hogyha elkezd folyni, mozogni, összekapcsolódni, áttevődni, akkor pedig a női ara. Tehát, hogy van benne ez a kettő egy teljes egységben a szavainkban, törlés, ez a három magyar igazság, ez, és akkor innentől megnézünk szavakat. És elkezdünk elemezni. Nagyon remélem, hogy ezt innen már letörölhetem, de a fejetekből már nem fog kitörlődni. Szívetekből, lelketekből inkább. És akkor feléled a magyar nyelv. Amikor én ezzel találkoztam, hogy mennyire hihetetlen sok mindent lehet megérteni, megismerni általa, akkor egy nagyon erős felelősségérzet keletkezett bennem. Mert egy olyan nyelvünk van, ami valóban egy mag. Jelenleg statikus, jelenleg vannak csodálatos, tudós férfiak, akik próbálják elemezni, szétszedni, darabolni, helyére tenni, mert érzik, hogy úgy, ahogy jelenleg nyúlnak hozzá azzal a fajta nyelvtani, nem tudom mivel, úgy ezt a nyelvet nem lehet kezelni. Viszont ez az egyetlen, amelyik meg is mozdítja, tehát elkezdi értelmezni, elkezdi a helyére tenni, és ezáltal kibontakoztatni. Mert a magyar nyelven gondolkodó tudósok sorozatát azt mind szépen tudjuk sorolni, hogy valami extrém mértékű, hogy a népesség számához képest mennyi tudós, feltaláló, újító adott a népünk a világnak. De miért? Mert így tudtak gondolkozni. Miért gondolkoznak így magyarul? Mert meg tudták mozdítani ezeket a szavakat. El tudták képzelni. Képbe kerültek, és képesek lettek rá. A képekkel a jobb agyfélteke dolgozik, nem a bal. A jobb agyfélteke lát képbe, és az egész képet látja egyszerre. És ezt a képességet lehet ezzel a módszerrel feléleszteni, viszont ha ez nekünk megadatott a nyelvünk által, akkor minden magyar embernek, aki magyarul beszél, mondjam úgy, kötelessége ezt az ajándékot a föld összes többi népének odaadni. Hogy gyerekek, van valami, ami tovább viszi a nyelvet, amiből lehet észrevenni a hibákat, és amiben benne van az is, hogy lehet megcsinálni, hogy lehet helyre tenni. Miért van benne? Azért van benne, mert mivel, hogy minden, ami van, ami teremtetett, Isten maga az élet, maga a szeretet, és maga az, ami létezik, és az mindige. Tehát akkor én itt létezem, gondolom, úgy látszik legalábbis, akkor bennem mindennek meg kell jelennie, és benned, és benned, és a nyelvünkben, amelyik erre rámutat. A szerelem szó az, vagy a szeretet szó az, ami a mai nap témája, mivel János könyvében, nagyon szeretem olvasni egyébként, szintén le van írva, hogy Isten szeretet. És ha minden ő általa lett, és ő belőle lett, akkor minden szeretetből lett. Tehát minden maga a szeretet. Na jó, oké, rendben van. Ez egy nagyon klassz szó, ezt annyian forgatják, mondják, csépelik, magyarázzák. Tehát nincs még egy ilyen súlyú szó, szerintem a világ összes nyelvében sem, tehát azon a nyelven a saját szava, amelyik ennyire kulcsfontosságú lenne, hiszen magát, az isteni lényeget fogalmazza meg, amiből utána minden lesz. Ezt az egy szót, én nem tudom, hál' Istennek van időnk még itt, hogy mennyire érünk a végére. No. Ami rögtön látható, és ez egyből, erre mindenki egyből rájön, hogy ez két külön dologból lett összerakva. Pontosan ez az a szó,
ez is az a szó, amelyikből nagyon gyönyörűen meg lehet látni, hogy két teljesen különböző minőség. Tehát ugyanúgy, mint egyetlen fejünkben a női és a férfi gondolkodás mód minden nőben, minden férfiben benne van, két agyféltekét mind a ketten tudjuk használni, ebbe is, tehát a szavunkban mind a kettő minőség benne van. A szer, szertartás, törvény, rend, rendszer, az egy statikus, igen, ezt minőség, ez a férfi. Ez pedig azt mondja, hogy etet. Erre rá lehet kérdezni, mit csinál? Hát etet, tehát akkor ő az igei része, tehát ő a női része, ő az a folyamat, amelyik a szert, a törvényt, a rendet belehozza és élővé varázsolja az anyagot, a mindent, ami teremtődött. Ez a szeretetnek a működése. Na, szer. Szereljünk. Akkor az elemek előtt még szerelünk egyet, és kérem a közfelkiáltásos alapon, próbáltam már itt mondani egy párat, hogy van a például rendszer, a szerhez hozzátartozhat a rend is. Mondjunk olyan szavakat, mert benne van a szer. Szervezet, módszer, van a módszer, szervezet. És milyen a szervezetünk? Mit mondunk rá szervezetünkre? Azt, hogy szerves, mert hogy élő. Most itt kezet. Gyönyörűen lehet érezni, tehát azért nehéz ez, tehát azért nehéz a könyv maga, könyvet olvasni, mert nem a szavakat kell nézni benne, hanem rá kell érezni erre a sodrásra. Rá érezni arra, hogy van ez a szerv, ez a bizonyos dolog, ami ha hozzátesszük a kezünket, szer kezet, ezt a kezet, akkor lesz az emberi kéz által a világba hozott a szert megmutató szerkezet. Akkor mi ez a szer? A magyar nyelvnek a megmozdításához nagyon nagy segítség, hogyha használjuk, és ahogy kifejezzük magunkat, és ezeket a kifejezéseket, vagy vicceket, vagy ilyesmiket, és elkezdjük komolyan venni. Van egy ilyen kis régi vicc, hogy szerelem, szerelem, az autómat szerelem. Ki az, aki ismeri? Ezt jó, jó. Azt szeretném kérdezni, hogy esetleg van-e az itt lévő urak között valaki, aki vállalja, hogy ide kifárad, és elmondja, hogy hogyan szereli az autóját. Komolyan, tehát azt szeretném valahogy elérni, hogy az egyik A betűből a másik A betűbe át tudjunk menni. Tehát ahhoz, hogy a szerelem nagyon magas, nagyon misztikus, nagyon csodálatos minőségét, a szeretetet magát meg tudjuk közelíteni, vagy ragadni, hogy mi is az, itt a fizikai földi szinten, abban a cselekvésben, ahogy szerel, a szerkezetet, ahogy megalkotja, úgy meg tudjuk nézni, hogy melyik az egyik a, meg a másik a. Kényszer. Isten őriz, hogy bárkit is kényszerítsek. Mert a kényszer a kénytelen. Na most a kény, mint az önkény, az hát nagyon aranyosan értelmezhető, hogyha tudjuk azt, hogy a magyar szavaknak, ezt már a férfiak, tudósok előttem járók bizonyították, hogy a mással hangzó adja a vonságát, a magánhangzó adja a minőségét, tehát akkor onnantól kezdve, ahogy a kényszert meg akarjuk érteni, hogy micsoda, tegyünk mellé egy másik minőséget. Kény vagy kén, és az a kín. Tehát az, amikor kényszerül valaki valami, amikor... Igen. Tehát akkor egy kínlódás, egy fájdalmas, nehéz valamit érzünk mögötte. Tehát ezt a fajta módszert, ezt erre rá kell érezni. Miért módszer? Tehát ilyen módon lehet. Ezen a
rendszerrel, ezzel a rendszerrel rendszeresen. Most mi van akkor, hogyha valami ezt a szert magába vette? Ha a kezünk által vette magába, és lett belőle egy szerkezet, akkor a szerkezeteket látjuk, hogy valamilyen rendszer van benne. Valamire elkészítettek például egy autót, az is egy szerkezet. Nagyon sok különböző elem a megfelelő helyén egymással összekapcsolva tud működni. Tehát a szerkezet az emberi kéz által alkotott dolog, és a szerves szervezetek ugyanazt a hasonlatot, hasonlóságot követik, hogy vannak elemeik, részeik, amik egymással összefüggően dolgoznak. Autót összerakták a motorjával, kerekével, kaszniával, kormányával, azt megy. Az ember össze van rakva a lábával, a szívével, a tüdejével, azt megy. Tehát vannak benne részek. Mik vannak benne? Így van. Lehet hangosabban is. Szerves, akkor vannak benne szervek. És a szerveink szervezet működése adja a szervezetünket. Azért csodálatos a nyelvünk, mert az, hogy melyik szóval nevezzük meg, az mindjárt meg is mutatja, hogy mi az, ami vezet minket. Mi az, ami megmutatja, ami rámutat arra, hogy mi is ez a szer. Mi az a módszer vagy rendszer. És akkor van olyan is, amelyik szerves, és van olyan is, amelyik szer vetlen. Ugye? Tehát van, amelyik magába vette, és van, amelyik nem vette. Ugye, rögtön tudjuk, hogy a szerves anyag az az élő, amelyik ezt a szert, ezt a rendet, ezt a hatalmas információs tömeget, hogy melyik részének hol a helye és hol kell működnie, ezt nem tudja, csak úgy van szegény, na ő a szervetlen. Föld, ásványai, ilyesmik. De még valamit tud itt mutatni. Az etlen, talantelen fosztóképző. Az micsoda? A szert. Nem módszeres, tehát rendetlen, módszertelen, szertelen. Aha. Tehát tulajdonképpen van egy olyan minőségünk, ami még nem ismeri a szert. Mert nem vette még magához. És van egy olyan, amelyik már elutasította magától. Mert a szertelen és a rendszertelen dolgokból lesz egy hát eléggé szervezetlen működés. Hogyha ilyen rendszertelenül és szervezetlenül és szertelenül csinálunk mindent. És ugyanakkor van egy szertartás minden nép ősi hagyományába. Azoknak a rítusoknak, cselekedett soroknak, mit csinálnak? A szertartás az nem egy tárgy, hogy én tartom a szekrénybe az aranyat, hanem egy cselekedett sor. Hogy amikor ez van, akkor ezt csinálom. Amikor az van, akkor azt csinálom. És azzal a rítussal, azzal a szertartással, azzal a cselekedettel tartom észben, módszeresen, rendszeresen a szervezetemet a helyén. A módszer és a rendszer megmutatja, hogy hol a helye. Hely. És akkor van helyes és helytelen. Igen, amikor a helyén vannak a dolgok, akkor minden rendben. Amikor nincsenek a helyén, mert kiugrott az ízületem, akkor egy kicsit rendetlenkedik és fáj. Világos? Tehát a rend azt mutatja meg, hogy ott a helye, ott van jó helyen, ott működik, nincs gond. Ha nincs a helyén, akkor úgy valami akad. Akkor az úgy nagyon helytelen. És akkor csóváljuk a fejünket, ez így nem jó. Stimmel? Mert a szer az az élő minőségnek azt a részét mutatja meg, hogy hogyan, melyiket hol találjuk, és melyik hol hogyan kapcsolódik. Na, szerelünk? Ki lesz az a bátor férfi, aki elmondja, hogy hogyan kell autót szerelni, mert hogyha nem akad jelentkező, kénytelen leszek itt megszégyeníteni őket, hogy na, akkor most
Én szerelek autót, legalábbis képzeletbe. Ennek önben nem tudjuk, hogy mi csinálunk. Tehát keressük az igét. Tehát el kell mondani egy sztorit, történetet, folyamatot, és akkor abból a folyamatból tudjuk utána, hogy az igét megtalálni. Megkeressük. Hiba. Tehát hiba. Na, autószerelés. Ide fölírom, hogy mit csinálunk. Kicsit muszáj a fizikai szintről indulni, ma annyira érzékeny, kényes téma, maga a szeretet és a szerelem, és annyi felé van szétcsúszva, hogy így teljesen egyértelmű lesz. Autószerelés. Oké. Keresünk hibát. Miért keresünk hibát? Képzeljünk el egy szituációt, egy valódi történést. Cselekvés, történés, létezés. Mi az, ami van? Az van, hogy megy az ember az autóval, tudom én, durdefett. Vagy valami zörögni kezd, vagy megáll, vagy mondjon valaki valami hibát. Na, mi történjen az autóval? Jó lesz a durdefett. Durdefett. Nem indul az aksi. De a folyamat, tehát megyünk az autóval, zörög, megáll, és nem tudjuk, hogy miért állt meg, jó? Tehát először is ott kezdődik, hogy van egy autóm. Nagyon fontos. Kettő, tudom, hogy hogyan működik jól, tudom vezetni. És amikor megyek az úton az autóval, akkor fülelek közben, hogy nem zörög, nem nyiszok, figyelem a kijelzőjén, hogy nem piros a lámpa, megvan az olajnyomás, becsuktam minden ajtót, szépen jelzi nekem. Tehát mit csinálok? Bizony. Azért kellenek az elemek. Figyelem, mint elem. Mert figyelek rá. Észreveszem a hibát, hogyan? Érzékelem. Mit csinálok, amikor észreveszem a hibát? Észreveszem, hogy az eddigi működés és a mostani működés között különbség van. Eddig olyan szépen halkan ment, most még minek zörög annyira? Eddig úgy tudtam menni. Én ültem egy olyan autóba, barátnőm vezette, amelyik ilyen kisebb fajta durdefektet kapott, tehát nem azt, ami azonnal szétcsatta, hanem azt, ami gyorsan kezd ereszteni. Tehát abból lehet még menni, vagy 100 métert úgy, hogy hú de furán kezd dőlni az autó, és akkor úgy lassít, hogy itt valami nem stimmel, és akkor mire kiszálltunk és megnéztük, addigra volt teljesen a fellinél az autó. Tehát el kell tudni dönteni, hogy az a különbség, amit látok, érzékelek, most azért lassul az autó, mert én nyomtam a féket, vagy azért lassul az autó, mert itt valami baj van. Tehát a működésbeli különbséget kell, és ha nem figyelek rá, nem veszem észre. Tehát a hibát észreveszem, és eltérést látok. Ez az, amit a szervezetünk is jelez, amikor jövök, megyek, minden rendben, beszúrt, fájdult, hopp, ott valami jelzés van, már csak viccekbe tudok menni. Igen, tehát eltérő a viselkedés, amit csinál attól az eddig megszokott normálistól. Mi a következő lépés? Ha egyszer szerelünk. Szerelem, szerelem. Na, megállt az autó. Durdefekt. Közfelkiáltásos alapon. Javítás. Észrevettem az eltérést, megállok, kiszállok, megszemlélem, és akkor, amikor megszemléltem a hibát, meg kell keressem, hogy most durdefekt, vagy eltört a féltengely, vagy mi baja van. Van nálam pótkerék? Van nálam emelő? Meg tudom csinálni ott a helyszínen? Majd be kell vontatni a szerelő üzembe. Föl tudom emelni az autót? Tehát, amikor megálltam, és észrevettem, és megfigyeltem, és tudatosítottam magamba,
tudnom kell, hogy mi a hiba. Pókok olyan gyönyörű hálót szőnek. Szokták rágyönyörködni a tudósok, meg elemzik a pókszálat, hogy hú, de erős kis fonal. Egy dolgot nem tud a pók. Megjavítani. Tehát gyönyörű hálót tud szőni, de ha szétszedi a szél vagy a lehulló levél, nem tudja megjavítani. Miért nem tudja megjavítani? Mert nem tudja, hogy milyen az eredeti, amikor van, amikor működik, és tudom, hogy minek hol a helye. Mert a különbséget nem tudja érzékelni. Azt a különbséget, hogy ott most hibás. Ahhoz, hogy észrevegyem, hogy ott hibás, azt tudnom kell, hogy ott lennie kéne valaminek. Hoppá! Világít az a gomb ott izé. Minek kéne lenni? Ott sötétnek kéne lenni, akkor van rendben az olajnyomás. Ha világít, az azt jelenti, hogy nem az van, aminek kéne lenni, tehát sürgősen utána nézek, hogy miért van az a jelzés. Mielőtt még teljesen tökre megy az autó. Tehát tudatosítanom kell a hibát. És utána mit csinálok? Rá kell szánjam saját magamat, az időmet, megálltam az út szélén, az erőmet, hogy fölemelem, hogy odahasalok, hogy kublizok, tekerek, ha van nálam emelő, ha nem, akkor fél napot lehet integetni, álljon már meg valaki segíteni, hogy valami baj van, tehát segítséget kell keresni, meg kell csinálni, tehát rá kell szánni az időt. Így van, tehát vagy energiát, vagy pénzt, vagy teljesen mindegy, hogy mit mondok, kapcsolatot. Tehát meg kell mozdulni. Nem lehet úgy hagyni. Tehát amikor hiba van, akkor muszáj valamit csinálni. Nem elég a statikus ténymegállapítás, hogy baj van. Vagy tovább megyünk. Nem tudom megszerelni. Különben csak konstatálom, hogy igen, ez az autó elromlott. Ahhoz, hogy autót szereljek, és ugye itt ez a kérdés, mert egyenlő szerelem. Ha már egyszer szeretetről beszélünk. Tehát olyan furcsának hangzik, hogy hát a nyelvünkkel játszunk, igen, szerelem, szerelem, az autót szerelem, de azért, mert az autószerelésnek a folyamata az pontos ugyanez. A szerelem folyamata. Rászánom az időt, és addig pütykölöm annyi időt, annyi energiát, annyi, beviszem a szervizbe, és akármit kérnek érte, akkor megdolgozok az áráért, és ki tudom fizetni, és ha én nekem nem sikerül, akkor a szakember majd összerakja tehát, és akkor működik egy autó. Tehát amennyi kell, azt mind odaadom neki. Egész addig, amíg vissza nem áll az eredeti állapot, hogy újra jó. Szerelem. Van egy... Igen. Köszönöm szépen. Mit csinálok? Figyelek rá. Figyelek arra, hogyha valami eltér, elkezd zörögni. Urak ismerik, amikor az asszonyok elkezdenek otthon zörögni vele, hogy már megint mikor jöttél haza? Ugye, hogy ezt mondja a nyelvünk? Zörög az asszony. Hát miért? Kiesett bőle a csapály golyó vagy? Tehát, hogy... De azt mondjuk, hogy zörög, pedig tulajdonképpen átmegy ilyen házi sárkányba, akkor, amikor számon kér, szemre hány. Szó szerint lehet elképzelni a szavakat, és akkor mindenki bezengedik el, hogy köszönöm szépen, nem kérek a szemre hányásokból, hát én se kérnék. Képzétek el, amit csinál. Mit kell csinálni, amikor baj van? Egy szerelemben, egy kapcsolatban? Oda kell figyelni, megállni, nem munkahely, nem izé, nem. Egy kis időt rászánni, hogy most akkor mi van. Ja, hogy csak az olajnyomás ment arra. Csöpögtetünk hármat, azt jó napot, mehetek tovább, és működik minden olajozottan. Ha ezt a pici időt, ami akkor kell, amikor villog a jelző, nem állok meg, akkor mi van? Hát akkor besült az autó motorja, akkor az egészet lehet kicserélni. Sokkal nehezebb. Tehát ha az első finom jelzésekre, hogy valami nem stimmel, az ember megáll és tudatosítja magába, akkor megszerelte. Csak erre rá kell szánni.
önmagamat, időmet, energiámat. Meg először is azt a kérdést, hogy miért nem akarok én megállni? Hú, mert nagyon sietek. Igen, de dugdefektes autóval nem fogok odaérni, akármennyire is sietek, mert valami más a fontos. Egész addig kell ezt a folyamatot csinálni, míg újra jó nem lesz. Kivel? Elhangzott, hogy van egy párom. De én azzal kezdtem, hogy a férfi és női minőség a szóban egy. Sőt, a fejünkben is egy. Akkor kivel kell ezt a folyamatot kezdeni? Saját magunkkal. Van egy... Magam nézem, vagyok én. Én és magam, kérdés, hogy jóba vagyunk-e egymással, mert én gyakran szidom magamat, vagy én megdicsérem magamat. Én nem hallgatok magamra, pedig magamtól jöttem rá arra, meg magamtól vagyok képes arra, és magamra kéne figyelni, és magamra kéne hallgatni, benne van a szavunkban. Nem az énre kéne hallgatni, hanem magamra. Aha, mert van egy mag bennünk, a magyar magja, itt a szívünkbe, lelkünkbe, az az isteni kis szikra, amelyik súg. És ha hallgatok magamra, akkor jól járok. Minden, tehát ha, pszichológia könyvektől kezdve az összes tanítás mindig azt mondja, hogy hallgass magadra, amit a szíved súg. Aha, nem az énre. Itt keverik össze az ego, én nagyon tudom, és én ugyan úgy leszidom magamat, hogy hogy lehettem ilyen hülye. Aha, igen, tehát most vitázok saját magammal, vagy egybe vagyok magammal. A mag az a folyamat, amelyik növekedik, az én az pedig egy jól identifikált, definiált, énképpen rendelkező, szerepszemélyiségeket fölvevő, tudunk itt a világban működni vele, tehát az, az ilyen szép, direkt mondtam idegen szavak áradatát, hogy érezzük, hogy igen, a magyar énje az önmaga, az a magban van, tehát a súlypontja. Kell az énünk is, hogy tudjuk, hogy ebben a világban milyen illemszabályok szerint, milyen nyelven, milyen viselkedése, milyen, mit tudom én, hogy kell autót vezetni, mi a kressz. Nem tudjuk a kresszt, akkor hát igen, csak nehezen közlekedünk. Tehát az a fajta szokásrendszer minden népnél, amely beleszületik egy-egy egyed, az a kressz, ha már maradunk itt az autónál. Közben szépen, óvatosan, olyas módon, halkan súgva, észre vegye senki, átemeltem az értelmét a másik szintre. Érzitek, milyen könnyű? Hogy akkor, amikor autószerelésről beszélünk, de tulajdonképpen a szerelem az autómat szerelem, elve alapján, már is áttértünk az emberre, a lélekre, az érzésre, a kapcsolatokra. Tehát az a fajta cselekvési mód abszolút értékben, amit csinálok a fizikai szinten, hogy ahhoz, hogy működőképes, jó autóm legyen, arra odafigyelek, rászánom az időt, beletöltöm a benzint, lemosom időnként. Azt magammal is kéne. Rászánom az időt. Nem az énemre, magamra. Amit érzek? Mit szeretnék? Figyelem az autó hangját, hogy nem ketyeg, izémasokba fog kerülni. Ha nem figyelek magamra, az többe fog kerülni. Ugyanis ennek a következménye a fizikai szervezeten, mert vezet minket a szer, hiszen szerelünk, szervezet jelzi azokat az eltéréseket, ami a mi saját testnevű autónkban előjön akkor, ha nem figyelünk oda rá. Mert az a következő, az az elem, az a figyelem. Úgy magamra, mint a páromra. Mert az a fejembe egy. Tehát én meg a másik az egy vagyok. Mert vagyok én, meg van a férjem. Meg van a férj, meg a feleségem. Ugyanis ez egy nagyon érdekes kitétel. Ez a, az enyém. Akkor, hogyha másik autója, ott a szerelje ő. Most abban a pillanatban, amikor nem úgy közelítek a másikhoz, ahogy az autómhoz, akkor van probléma. Mert ha az autó az enyém, én küzdöttem érte, én dolgoztam érte, én fizettem ki, én hajtom, és az életem múlik rajta, hogyha nem jól megy. Ha durdefekt 150-nel az autó, jó, nem szóval annyiban menni, tehát külföldön,
akkor az a szerkentyű, amiben benne vagyok, az viszi az életemet. Az a szerelem, az a szerelmi kapcsolat, azon több múlik, mint az életem a kapcsolatunkon, hiszen maga az egész család léte, a boldogságunk, a gyerekeink, minden azon múlik. Figyelek rá, őrzöm, javítom, gondozom legalább annyira, enyém. Hát az majd a másik. Majd az ő dolga a család melegét megteremteni, én nekem elég, ha csak a pénzt hozom. Hányan vagyunk így? Mert hát a figyelem az energia. Ahova a figyelmedet irányítod, oda energiát központosítasz. Energiát küldesz rá. Amíg figyeled az autót, meg megsimogatod, meg lemosod, most amennyit az autóval törődik egy normális férfi ember, ha annyit törődik az asszonnyal is, garantáltan 80 évig házasok, tehát ez biztos. Tehát érzitek, hogy amit csinál, az a lényege? Mi csinál? Csak szereli, csak helyre teszi. Miért fontos ezt megmozdítani? Mert a másik fele az ige az, amelyik által abból a kis magból, hát az köszönjük szépen, betárolható, 3 év múlva elővehető, nem lesz belőle, mit tudom én, se diófa, se lágy kenyér, mert van a mag magába. Ahhoz, hogy megmozduljon, ahhoz kell az igei része, az az etet. Ez az etetnek van egy nagyon nagy érdekessége. Anthony de Mello könyvében van egy nagyon aranyos kis rész, amikor ajánlom mindenki figyelmébe, bölcsességek gyűjteménye. Elmegy a bölcs, Isten elé kerül halál után, és meg akarja nézni, hogy mutassa meg neki a poklot, meg mutassa meg a mennyországot. Kinyitják az ajtót, és benéznek a pokolhoz, hogy na, mi ott a helyzet, és azt látja a bölcs, hogy hatalmas kondérba, olyan finom illatok ott föl, valami, nem tudom, gulyás. Legyen, gulyásleves. És ott ülnek körbe a pokol lakók, és a kezükhöz hozzá van kötve egy ilyen jó hosszú kanál. Egy ilyen 2 méter. Belenyúlhatnak a kondérba, és olyan hosszú, ami hozzá van kötve a kezükhöz, hogy nem tudják megenni. Ez a pokolbéli szenvedés, ami ott előtt érzi az illatát, kezébe akarni, és nem tudja meg, kész. Tehát lehet kínlódni. Sajnálja őket nagyon a bölcs. Átnéznek a mennyországba, kukucskáljunk be egy kicsit. Legnagyobb döbbenetére azt látja, hogy kondér, illatok, ülnek a mennybéli, nagy pocakkal, mosolyogva jók, ugyanúgy rajta van a kezükön, ugyanaz a hosszú izé. Na most ilyenkor mi van? Hát ezek megtanulták egymást etetni. Mert hogy nekem nem éri, de én adok neked, te adsz nekem, és mindenki jól lakott. Ennyi a különbség a pokol és a mennyország között. Ez. Amikor etet, akkor a másiknak adja. Nem nekem. Tehát az, amit nagyon sok ezoterikus körbe, könyvbe, stb. Nagyon félrecsúszik, az egyébként jó szándék, hogy önmagunkkal is törődni kell. De önmagunkkal kell törődni, nem az énünkkel. Mert különben egy olyan önző egoista, nem is tudom, micsoda lesz az emberből, hogy hihetetlen, mert mindent ide nekem. Nem. A szeretet az etet. Az a másiknak adja, és magamtól jövő cselekedettel. Mert nekem belülről, magamtól jól esik adni a másiknak. És nagyon-nagyon jó érzés itt belül valahol. Az, hogy sikerült a másiknak örömet, hogy fülig ér a szája, és akkor most jó. Az az érzés az, ami egyszerűen megfizethetetlen, és az egy akkora energia, az a szer, ami rend is teszi a szervezetünket, sőt még az autónkat is, mert sokkal energikusabban, mosolygósabban, jobban, hatékonyabban tudunk dolgozni, és helyre tudjuk rakni az autót is.